Szóval ott próbálom elkezdeni folytatni, hogy eddigi tanulmányaink során, bármit is tanulmányoztam, azt vettem észre, hogy valaminek a problematikáját lehet jobban megérteni, vagy elevenni, tenni, hogy az ember megnézi a történeti fejlődésébe, hogy honnan jön, és akkor ha már úgy van egy elképzelés, hogy honnan jön a dolog, akkor esetleg meg tudja határozni, merre is tart. Tehát valami, van egy ilyen filozófiai mondás, hogy aki régi forrásokon lett bölcs, az talán tudja a jövőt, vagy valami hasonló, de tehát mindenképpen nagyon fontosnak tartanám azt, hogy egy kicsit belássuk magunkat abba, hogy is volt ott az a neolitikus forradalom, hogy indult a pásztorkutya karrierje, mi előzte meg, miért tudott elindulni ez a karrier. Nem gondolom azt, hogy a kezünkben vannak megfelelő precíz eszközök, mert nincsenek. De mégis azt érzem, hogy az ember bármit akar csinálni, az adja meg neki azt a bázist, azt az alapot, hogy van egy elképzelése, hogy az milyen lehet. És nekem van egy elképzelésem a pásztorkutyák szerepéről, meg egyáltalán a kutyák szerepéről az emberi kultúrában, és nem gondolom, hogy támadhatatlan meg tudni, ez biztos, mert ez már egy nem egy konkrét tapasztalat, amit a pásztorkutyákkal szereztem. De úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozik, és megpróbálom röviden fölvázolni. Az a lényege, hogy elég jól megegyeznek a mostani kutatások abban, hogy nyilván a kutatásokban vannak ilyen nagy áttörések és hirtelen nagy szemléletváltások, de az úgy kezd különbözni, hogy a nagy valószínűséggel a kutya háziasítása, ami már önmagában a kérdés, hogy mi is ez a háziasítás, meg hogy is van, de én úgy nevezném, hogy a kutya és az ember szimbiózisa az valamikor jobban korábban elkezdődött, mint maga az a háziasítás, ami hullám, amit neolitikus forradalomnak nevezünk, akkor sorra egymás után a háziállatokat kezdi háziasítani, a különböző vadfajokat kezd az ember háziasítani, ugyanígy a növényekkel, tehát elindul ez a mezőgazdálkodás, állattartó életformon. Tehát előtte már a kutya ott van az ember körül, ember mellett, nem tudom aztán, hogy mennyire fogja vinnem, sose beszéltem ilyen hangosan, ilyen sokáig. És nekem van egy olyan elkezdés, amire vannak elemei a kinológiai irodalomban, és nem gondolom, hogy ez eredeti, csupán én akarom vázolni, mit gondolok én, hogy akár 50 ezer évvel ezelőtt kezdett el szimbiózisban élni a kutya az emberrel, akár 100 ezer évvel, akár csak 15 ezer évvel, az nagyjából úgy látszik, hogy biztosan lehetünk abba, hogy érdekes módon a kutya megjelenik az ember mellett, a háziasítási hullám csak egy idő után kezdődik el. Ilyen az 50 ezer év, 10 ezer év, de határozottan egy idő után. Én ebből azt vélem kiolvasni, hogy amikor a kutya és az ember összetalálkozik, gyakorlatilag nem történik semmi, ami a bioszférában, a zoológiában gyakorta megtörténik, hogy két faj egymásra talál, és szimbiózisba keveredik, és mind a kettőnek ez jó. És ebből ők, ebben a szimbiózisban ez egy evolúciós helyzet, és ők tovább alakulnak az evolúció folyamán, de annak köszönhetően alakulnak, illetve rányomja a tovább alakulások, a tovább fejlődésük bélyegére, a bélyegét az, hogy ők szimbiózisban élnek valamivel. És úgy gondolom, hogy az ember és a kutya szimbiózisa valami ilyesmi. Tehát ők elkezdenek egymás mellett lenni, aztán egyre jobban egymásra hagyatkozni, ebből kialakul egy szimbiózis, és az ember elindul egy fejlődési úton, ami régészetileg nem dokumentálható. Hadd vegyem például a gőzgépnek a példáját. A gőzgép bizonyíthatóan a gőzgépnek az elveit ismerték az okori bőrök. Ugyanúgy nem bizonyíthatóan, de szinte biztos vagyok én benne maga részt, hogy az animációnak a alapjait is ismerték a bőrök. Az az érdekes, hogy ismernek valamit, tudnak valamiről, de az úgy ott csak úgy van, nem tud berobbanni, nem tud egy forradalmat csinálni. El kell teljen x időn, hogy egyszer csak a mi, a európaiak a gőzgépből megcsináljuk azt, amit tudjuk, hogy megcsináltunk, de tehát az animációban is megcsináljuk azt, amit megint csak tudjuk, hogy megcsináltunk a filmet. Tehát érdekes módon valami, amikor főt a fej, nem biztos, hogy egyből elindul, nem biztos, hogy elkezd egyből fejlődni, hanem eltelik egy idő, ameddig a többi konkurens is oda alakult, tehát amíg egy olyan kedvező konstellációba kerül, amikor aztán be tud robbanni. És így gondolom, hogy a kutya is valahogy így működhet az emberrel, hogy elkezdnek szimbiózisba élni, ez a szimbiózis ad egy előnyt az embernek, azokkal az embercsoportokkal, az evolúciós előnyt az embercsoportokkal szemben, akik nem élnek szimbiózisba a kutyával.
az a típusú embercsoport jobban szaporodik, jobban terjeszkedik, mint az, amelyiknek nincs kutyája. És átalakul, bizonyos fejlődésen megy keresztül, amit nem tudunk mi dokumentálni régészeti leletekkel, meg genetikai akármilyen vizsgálatokkal. De az a fejlődés történik, az a csendes, látás akkumulációja bizonyos dolgoknak történik. És akkor én úgy gondolom, amikor eljut az ember egy adott pillanatban ebben a szimbiózisban, a kutyával együtt létében egy olyan pillanatra, egy olyan fejlettségi szintre, amikor egyszer csak, mint ahogy Európában, és egyszer csak azt mondták, hogy hát ezzel a gőzgéppel lehet csinálni ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és elkezdik csinálni. Ugyanígy az ember egyszer csak ráébred a háziasítás lehetőségére, és elkezdi csinálni. És akkor forradalmat csinál belőle, mert az, amit akkor megcsinál, az teljesen átalakítja az életformát, mindent átalakít gyakorlatilag. Tehát történik egy hatalmas változás, ami sokáig nem lehetett várni, nem apránként épült föl, illetve valószínűleg apránként épült föl, csak nem tetten érhetően épült föl, hanem szerintem mindenki érte meg az saját magában is, hogy bizonyos dolgok általánosra jutott, de nem valósította meg, aztán egyszer csak egy olyan pillanatban azt mondom, hogy megcsinál. Én így gondolom ezt az egészet, hogy a háziasítás annak köszönhetjük, hogy az ember a kutyával való szimbiózisában odafejlődött mentálisan, hogy rá tudott ébredni a háziasításban rejlő lehetőségekre. És akkor, amikor erre ráébredt és ezt elkezdi alkalmazni, megint olyan előnyre tesz szerep azokkal szemben, akik ezt erre nem ébrednek rá, amivel aztán ő megint evolúciósan egy előnybe kerül, amit aztán meg is lovagol, és elterjed teljesen a Földön ez a úgynevezett autonómiai termesztő életforma, a korábbi úgynevezett vadászó, gyűjtögető halászó életformával szemben. Tehát én azt gondolom, hogy a kutya már akkor nagyon fontos, amikor elkezd szimbiózisba élni az emberrel, átalakul a kutya is, átalakul az ember is, mint faj, és együtt eljöttek oda, hogy valami egészen másképp kezdenek el csinálni. És itt lépik be a kép a pásztor kutya, mert ha most azt látom, és ebben viszont már biztos vagyok, hogy nem lehet úgy jókat tartani a Székelyföldön, ne legyen kutyát, egyszerűen a farkasok el fognak hordani, pontosan el tudom képzelni ennek az analógiára, hogy az egész világban ez működött. Ahol fals a farkasról tudjuk, hogy azt hiszem az ember után talán valami rémlik, hogy a legnagyobb területen elterjedt emlős az ember után a farkas. Tényleg nekem valamilyen ilyen, de az biztosan tudom, hogy nagyon nagy területen van elterjedt a farkas. Egész az északi tundrától egészen le az indiai, meg mint az afrikai farkasok. Tehát a farkasok mindenhol ott voltak, és valószínűleg a medvék is, de a medvék már nem annyira. És ebben a környezetben nem lehetett volna állatokat tartani, ha nincs ott a kutya. Tehát ha nincs a kutya, nincs háziasítás, nincs az állatoknak háziasítás. És akkor nem indul be az a típusú fejlődés, és az élet ugye nincs meg pólusok nélkül, ezt mindig szeretném hangsúlyozni, és ezt mindig elfelejtik az emberek, hogy mindig a pólusok, és a pólusokat a feszültség is. Ne akarjuk hittetni a feszültséget, meg a pólusokat, mert az nem jó, az nem élet. Az élet az a pólus, meg a feszültség. Nagyon érdekes módon ott már elindul egy polarizálódás. A nagyon kedvező folyami kultúrák, ugye a városi kultúrák az alapja, hogy lehet nagyon kedvező, még nagy mennyiségű növényt termesznek. És akkor ott kialakul egy ilyen városi, egy ilyen helyhez kötött életstratégia, életforma. Más helyeken, ahol ez nem megy, ott viszont kialakul egy pásztorkodás, egy nomád életforma, amikor nagy legelőket járnak az állatokkal, és legeltetnek, és ebből élnek, illetve ebből nyernek mindenféle hasznosított energiát. Tehát elindul már ott rögtön a kezdetnél egy ilyen kettős fejlődés, tehát a városi kultúrák, meg a nomád kultúrák, és a kutya mind a kettőben szerintem elég jelentős szerepet játszik. A városi hadikutyákra nem akarok nagyon kitérni, de csak így említem, hogy a városi hadikutyák is alul vannak becsülve, nincsenek kutatva, nincsenek úgy megismerve, hogy szerintem megérdemelni. De minket ugye annyira ez nem érdekel, csak majd mint pólus érdekel, hogy bizonyos dolgokat majd elmesélje később, amiket gondolom. Lényeg, hogy elindul a nomád pásztorkodás, ami kutyák nélkül képtelenség, és ami kutyákkal nagyon jól tud működni, és csak azzal tud működni, és valami teljesen szerves, teljesen ugyanúgy, mint ahogy ma az egész iparunk, a kultúránk arra épül, tudunk szállítani, tudunk utazni, könnyen tudunk közlekedni a járműveinkkel. Pontosan ez a kutyával olyan utok, hogyha szerintem mi most a különböző gépeink, járműveink,
A kutya egy szerves része volt annak a kultúrának, és annak a kultúrának a működtetésének elengedhetetlen része volt a pásztorkutya. És ebben a életformában, mint minden életformában, megint csak verseny van. Minden, nem csak az erdőben, nem csak a kutya falkában. Az életformák is állandóan versengenek egymással. Mi most azt hiszük, hogy béke van, nincs háborúzás Európában, hogy minden happy, mindenki csak arra tudja, hogy még több pénzt csináljuk, még nagyobb legyen a GDP-k hasonló. Közben verseny van, és ez a verseny, ez bármikor tud radikalizálni harcá, és nem tudjuk soha megmutatni előre, hogy mikor fog. Ugyanígy azt gondolom, hogy a pásztor népek, a különböző törzsek, akik állatokat tartanak, és versenyben vannak egymással, és ezt nem szabad elfelejteni. Nagyon fontos ahhoz, hogy ezt nagyon mélyen elfogadjuk, és megértsük ahhoz, hogy megértsük utána aztán az egész pásztorkutya fejlődést, hogy van itt egy versenyhelyzet, és ebben a versenyhelyzetben ki kell tartani, és nem csak az van, hogy jön a vedves, jön a farkas, és védjük meg, nem csak ez van. Az van, hogy a különböző törzsek versengenek egymással. Az van, hogy képzeljünk el, gyakorlatilag ez úgy lehet mondani, egy monokultúra, hogy csak jókat tartunk. Olyan az ázsiai steppén gyakorlatilag ebből lehet csak megint jókat tartunk. Ha nekem valami oknál fogva elpusztul az állomány, mert olyan fagy van hosszú ideig, hogy nem tudnak az állatok inni, beüt egy járvány, tehát vagy jönnek és elrabolják az állataimat, nekem adott pillanatban nincs biztosításom, hogy nem tudok elmenni egy másik munkahelyre, hogy én azt kiváltsam. Én ott maradok állatok nélkül, semmi nélkül egy családdal. Tehát hihetetlenül agresszív volt az élet, hihetetlenül veszélyes volt akkor az élet. Nem úgy éltek, mint most az emberek. Mi tudjuk azt, akik ott élünk Székelyföldön, főleg azok, akik falun élnek, nekem közvetlenül elmondják, hogy a pásztorok még ma is a falu legagresszívebb családai. Tehát a pásztor családok azok, akiket a falu leginkább respektál, egyszerűen azért, mert tudják, hogy ezek eleve összetartanak, mert összetartanak, ez egy másik kérdés, hogy miért, de hajlamosak agresszívek lenni. Tehát a pásztorkodás egy téveszme ugyanúgy, mint ha ránézünk az erdőre, vagy a bokmászó kutyára, egy veszélyes dolog, agresszív, kemény emberek tudják jól csinálni. Nem az van, amit hiszünk, hogy fújálnak, severésznek a napos támasztják a botot, az csak, amit megint csak a laikus lát. Nagyon komoly, én tudok belső harcokról legelőkért, amit most már folynak, tetlegességig mennek, kutyákért ülnek emberek börtönbe, mert az egyik leszúrta vagy lelőtt a másiknak a kutyáját, a kocsmába találkoztak, be volt rúgva, kérdőre mondta a verekedés. Tehát ez egy agresszív világ. Annak ellenére mi nem látjuk ezt, nem akarjuk látni. Ez egy nagyon agresszív világ, és ezt ma látva bizonyos elemei, én nagyon látom kézzel, ez régebb sem volt másképp. És nem véletlenül, hogy a Genghis Khan-ék meg a társai tudták leigálni sokszor fél Európát, mert ezek egyfolytában így ér nekik, ez egy életforma volt a harc, és adott esetben, ha össze tudták őket szervezni, meg tudták magukat szervezni, szinte ellenállhatatlan, szóval legyőzhetetlenek voltak, mert azt csinálták egész életükben. Nem kellett reguláris hadsereget fönntartani azért, hogy egy hadot összeállítani. Mindenki tudott dolgozni, mindenki egész nap nyerjük, mindenki fizikálisan, különösen jó állapotban volt. Nagyon könnyen lehetett mozgós, ha el tudod valakit a jutni, hogy összeszervezni őket. Tehát csak azt akarom ebből kihozni, hogy van egy versenyhelyzet itt is, mint mindenhol máshol, és itt nagyon azt mondja, megjelenik azt, hogy milyen a kutya. Tehát ha egy versenyben vagyok, akkor nagyon fontos az, hogy amivel versenyezek, azok mindok az eszközeimmel versenyezek. A kutyámmal, hogy jó legyen a jóm, jó legyen a lovam, jó legyen a sátrom, mert ha csak a sátrom már jó, jobban szigetel, én már energiát tudok megtakarítani. És az energia probléma az a pásztorkutyában is porosztó módon eddig nem is látták. Most kapok olyan visszajelzéseket tenyésztőktől, akik kijelznek kutyákat, hogy rádöbbennek arra, amit már mióta mondunk, hogy az energiafelhasználás a kutyáknál a táplálékhasznosítás milyen fontos, és mennyire nem figyelnek, és mennyire el vannak itt is a kutyák már degenerálódva a táplálékhasznosítás mértéke, illetve hatékonyságában is. Itt is milyen brutális különbség van a kutyás kutyák között. De visszatérve erre a versenyre, tehát a versenyben van egy pásztor társadalom, egy törzs, egy másikkal. Nagyon fontos ott is, hogy a kutyái jók legyenek. Nem véletlenül gondolva, ha alakult ki például a damaszkuszi acél, nem miért alakult ki az alaptekelő, az alaptekelő. Tehát azok a dolgok, amit használtak a harcban, azokat nagyon magas színvonalra fejlesztették. Mai napig, akik lovaznak, tudják, hogy milyen magas színvonalon tenyésztettek régebb lovakat, milyen magas színvonalon tudtak kovácsolni fegyvereket, és én úgy gondolom, hogy ez valami úgy az előtérben van, nem tudom mi, de a magas színvonalon tenyésztettek kutyát. Tehát a kutya sem volt kevésbé magas színvonalon tenyésztett, de valahogy nem akarok elvelemelni, csak találgatni, de az nyilvánvaló, hogy a kutya
tenyésztő színvonaláról valahogy nincs ilyen egyértelmű, és nincs egy ilyen közmegegyező, tényleg már nagyon komolyan tenyésztettek kutyát. De én úgy gondolom, hogy akkor és ott nagyon komolyan kellett kutyákkal foglalkozni, azon, hogy ezt a versenyt akarták bírni. Egyszer oknál, amikor az előbb is mondtam, hogy ha valakinek elfogyott, valamilyen oknál fogva elvesztette a jó állományát, kellett annyira rabolni egy másik. És akkor, ha ő ment, a saját kutyája ott kutyák várták. Egy másik, meg kellett küzdeni ember-emberrel, kutya-kutyával. Ez egy ilyen világ volt. Akármennyire is nem akarjuk ezt esetleg ma már tudni, ez egy ilyen világ volt. És ha nekem olyan kutyáim voltak, akik föl tudták menni a harcot a többiek kutyáival, akkor abban a versenynek, abban a harcnak, abban a részletében, akkor tudtam, hogy oké, akkor most már csak én, vagy a lovam jön, vagy a fegyverem jön. Tehát nagyon fontos, hogy minden eszköz, amit a harcba használunk, az jó legyen, mert ha nem jó, akkor nem maradok le a harc. Mert hiába vagyok én akár nagyon fizikálisan rendben, a kutyáim gyengék. Mert amilyet az ellenféle kutyáim megölték az enyémek, hogy megfutamították, akkor majd jönnek rá. Tehát itt nagyon fontos volt ez a versenyhelyzet, és ez nagyon fontos megérteni, és ha ezt megértjük, akkor kezdjük el megérteni a pásztorkutyákat, vagy főleg a keleti pásztorkutya tenyésztést, aminek van egy olyan szegmentum, hogy a kutyákat verekedtetik, ami megint borzasztó kényes kérdés, és megint rengeteg félreértés, és a média démonizálja, félremagyarázza, összekeveri olyan dolog, ami valóban démoni, valóban elviszi a kutyát, ki tenyészti a faj keretei közül. Hát összekevernek dolgokat, és ebből egy nagy maszlag lesz, ami ez aztán nem nagyon mer nyúlni hozzá senki, pedig tisztában kell ezt is tenni, mert egyszerűen nem tudjuk másképp a pásztorkutyát igazából megérteni, mert ez nagyon is hozzátartozik. Mi azt hiszik, hogy Európában a hülye barbár keletiek verekedtek kutyákat, ők barbárok, mi nem. Higgyék el, itt is verekedtek kutyákat, és nem csak városi csibészek. Itt is megvan az, hogy például a pásztor megy a saját falkájával, jön a másik pásztor a saját nyájával a falkájával, és bizony összeoszítják a kutyát. Itt is megvan az, hogy télen az egyiket leviszik a láncra, átviszik a másikat. Gyere nézzük meg, összeengedjük össze. Tehát nyomukban fölfedezte, voltam román vidékeken, ahol elmesélték nekem, hogy igen, a nagyapjáim volt, tudják azt, hogy télen a hátsó durva verekedhetik a kutyával. A pásztorok ezek a kiválasztott agresszív társaság, ezek kiélik az agressziójukat a kutyák. Van is abban az értelemben, hogy kíváncsi, hogy kinek van jó kutyája. És kipróbálják. A kíváncsiság is ráviszi, hogy lássuk, kinek van jó kutyája. Egyszerűen férfi virtus, ez benne van a mindennap életben. Az, hogy ez ma már csak nyomokban lelhető föl, és főleg nincs benne a médiában, nincs benne a tudományos kutatásokban, az azért van, mert nem nagyon jutnak el az emberek, a kutatók, akik ezt esetleg kutatnak, abba a helyzetben, hogy nekik a pásztorok ilyesmikről meséljenek. Ezért mondtam az elején már azt, hogy az egy komoly meló, hogy az ember eljusson oda, hogy azt mondhassa, hogy ő kutatja ezt a témát a pásztorokkal együtt, mert egyszerűen akár aki oda megy, nem fognak ilyeneket elmondani. Tehát ők kell érezzék el, tudják, hogy te ezeket tudod, ha ő kezd mondani egy mesét, a metakommunikációt, hányszor ez most mondom gyorsan egy példát, hogy fordulom valakivel, nagyon összeveszek. Mindent elmondunk már szinte egymásnak, amit csak bírunk, és mikor személyesen találkozunk, 5 perc van, nincs semmi probléma. Miért? Mert a személyes kontakt, amikor beszélgetünk, mi nagyon is figyeljük egymást, csak nem tudatosul, de nagyon figyeljük egymást. És akkor nekem valaki elkezd mondani egy kapitális butaságot, ő azonnal látja az arcomon, hogy egy kapitális butaságot kezd el mondani, legalábbis az én véleményem szerint. És még ha hisz is benne, mégiscsak elbizonytalanodik. És akkor már nem mondja végig, már megáll, már várja a reakciómat, és nem durul el a helyzet. Egy fórumba, amikor beírja teljesen a kapitális butaságát, és eltelik egy nap, és jövök én is olvasom, akkor én is arra rájövök esetleg az én kapitális butaságomat, és a kettő ütközik, és ebből aztán nagyon durva a helyzetek alakulnak ki, akár tetlegesség is tud menni a durva. De ha így beszélgettünk, ez nem, mert a metakommunikáció egy csomó minden átalakít, de ez megvan a visszafele is. Tehát ha egy valaki nem érzi azt, hogy magadfajta, nem mond el bizonyos dolgokat. Ha érzi magadfajta, vagy ha tükröződik az ő személyiség, az ő habitusa, már azonnal jobban mindig elmond dolgokat, amiket egy tudós embernek nem fog elmondani. És nem azért, mert ő tudós és ezt egy hipás, hanem egyszerűen, mert nem az a fajta, mint ő. Kérdezi, hogy egy olyan ügyet, mint én, hát akkor ennek ezzel meg tudom ezt beszélni. Tehát ez nagyon fontos, de ha ezt mi nem tudjuk meg tőlük, ha ezt mi erre nem látunk bele, akkor nem értjük meg ezt az egész problematikát a versenyzéssel, hogy ők egymás között hogy versenyeznek, és hogy a kutya is eszköze, illetve tárgya a versenyzésre. És ebben beletartozik is, hogy mint van az elején, hogy a versenyben sosem tudjuk meghatározni a pontot, ahol a verseny átmegy harcba. De mindig ez történik, a verseny adott pillanatban radikalizálódik és harc lesz belőle. Tehát ez elkerülhetetlen. Ahogy két pásztor verseny egymással jobb legelőkére a jobb kutyáért, egyszer csak előbb tud találkozni.
és akkor azt le kell játszani. Tehát ez így zajlik a való életben, és ez nagyon nehéz kutatni, és nem is ez a lényeg, hogy mi ezt így kutassuk, hanem én arra gondoltam, hogy ha ezt az ember látja, és visszavetíti a múltba, el tudja képzelni, hogy a régebb is így működött. Tehát, hogy végre lezárjam ezt az évet, azt gondolom, hogy ebben a történelmi helyzetben egy verseny volt a kutya tenyésztők, a kutya tartók között. A kutyatenyésztés nagyon magas színvonalon emelkedett, és aztán, amikor ez megint megváltozott, ugye ez az életforma is tartott egy darabig, és akkor az ipari forradalom, nem antikus forradalom, de az ipari forradalom. Amikor a gőzgépet, amit már a görögök is ismertek, elkezdték egyszer csak berobbantani, és nagyon masszívan használni. És onnantól, ez az időszak, ez most mondjuk így nagyon könnyen, 10 000 év, ez a pásztor kutyának a pálya. Tehát ő innen elkezdte, és eljutott valahol ide, és akkor most az a kérdés, hogy mi legyen tovább. De ha én ezt a pályát ismerem, tudom, hogy kb. Hogy érhettem, milyen funkciót, milyen elengedhetetlen szerepe volt, milyen kikerülhetetlen, nélkülözhetetlen volt a pásztor kutya ebben az időszakban, akkor már mindjárt másképp nézek rá egy olyan vitában, amikor az merül föl valakikkel, hogy gyerekek, ez egy elavult dolog, ezzel is foglalkozni, most legyen nekünk engedelmes, szóra ülő, szekvívő, tűzkarikát átugró kutya. Vagy legyen olyan kutyánk, ami pontosan nem nagyon standardnek kigondolták, hát ők is emberek életetnek mindig. Van egy standardünk, legyen pont olyan kutya, nyerje minél több kiállítás, mert hogy annál szebb. Tehát ha eljutunk ebbe a vitába, akkor nekünk már van egy történelmi ismeretünk, hogy ez nem egy tetszőleges dolog, hogy mi a pásztor kutyát ilyennek akarjuk, amilyennek akarjuk, hanem úgy érezzük, hogy ez történelmileg megvan alapozva, hogy valamit csak akarunk nyitva, ami 10 000 évig működött. És amit ők akarnak, az valami olyan, ami csak 100 éve vagy 200 éve működik. Akkor ezt a vitát meg tudjuk vitatni, és nem az lesz a vége, hogy mi győzünk, és akkor ők vesztenek, és akkor ez minden leáll, hanem egyszerűen kell tisztázni azt, hogy itt ebből, hogy a vita nincs végig vitázva, és nincs elmélyítve, és nincs végig ütköztetve a két életforma, az történik megint mindennel, hogy képződik egy ilyen nagy zavaros katyvasz, amihez aztán senki nem tud semmit kezdeni. Nem tudjuk megoldani, nem tudunk dőlőre jutni, nem tudunk összefogni, nem tudjuk azt mondani, hogy ti hárman, én bandán vagytok, ti hárman, másik bandat, ti csináljátok, úgy, hogy csináljátok így. Nincs közös hívószó, nincs egy letisztult erővonal, egy nagy zavar, egy nagy káosz, ami föl elforgácsolja az erőnket, ami azt engedi meg, hogy minden úgy történjen, ahogy most az idő szerint, vagy aktualitása szerint, ami kap egy gellet, kap egy, illetve egy hátszert. Ha a kiállítási rendszer kap egy hátszert, akkor ők győzzenek. De miért? Mi a garancia arra, hogy ez a kiállításos rendszer fog tartani akár 200 évet, vagy 300 évet? Vagy mi a garancia arra, hogy a mi termelési metódusok, hogy most termeljük az élelmet, hogy az mindig is így fog működni? Hogy mi a garancia arra, hogy nem fogunk egyszer csak visszatérni oda, ha nem jövünk rá arra, hogy a farkas nem biztos, hogy az csak egy dúvad. Nem biztos, hogy egy olyan lény, amit mindenképpen ki kell írtani, mert az a legkönnyebb. A másik, ami nagy dolog az életben, hogy is mondjam, a pólusok, amiket mondtam, a feszültség. Tehát amikor az ember elkezd a pásztorkutyával matatni, nagyon hamar rájön arra, hogy a farkas a legnagyobb kihívás a pásztorkutya számára. Tehát a medvével, bármilyen emberrel, mindenre sokkal jobban elbánnak, mint a farkassal. A farkas úgy intellektuálisan, mint fizikálisan, stratégiailag, minden szempontból a legnagyobb kihívás. Azt mondom, hogy nagyságrendeken nagyobb kihívás minden más kihívásnál. De mit csinál ez a kihívás, ez a szembehelyezkedés? A pásztorkutyán pont ezt teszi bele azt az értéket, azt a komplexitást, azt a gazdagságot. És azt is elmerem képzelni, hogy a pásztorkutya és a farkas, mintha lennének a pásztorkutya és a farkas között egy ilyen evolúciós verseny, egy ilyen fegyverkezési verseny. Mert például a farkasoknak az a technikája, ami bizonyítottan csinálják, nem tudom mennyire tudatosan, nem tudom, hogy mennyire opportunista módon, de az tény, hogy azt csinálják, hogy bejön egy farkas, elcsal a kutyát, hogy elmegy, visszavonul, a kutya megy utána, és akkor valahol várják, és akkor megjön. És mindig van egy ilyen érzésem, hogy ez valamiféle a kutyával folytatott evolúciós versenynek az eredménye, mert nem látom azt, hogy milyen más prédaállatnál tudná farkas ezt a technikát alkalmazni, hogy elcsalja magával. Mi a prédaállatnál nyilván nem tudja, mert a prédaállat nem fogja üldözni. Akkor meg a másik farkával szemben, akkor nincs evolúciós versenyben két faj, mert az a lényeg ebben, hogy két faj abban az értelemben, hogy a faj mennyi lehetne nyitatni a faj kérdését. Ez, nem akarok belemenni, de ez a faj, meg a főleg a fajta kérdés, a faj az nem, de a fajta kérdés egy nagyon problematikus genetikai szempontból. Tehát a kutya is, hogy el van különülve a farkastól, azt mondjuk külön faj, de mégis képesek
terméken jutott létrehozni, stb. Tehát itt megint problematikus ez a dolog is, de most nem akarok ebben a problematikában belemenni, csak abban, hogy vegyük azt, hogy ez most két külön faj, és az egymással való versengésben evolúciósan serkentik az egymás fejlődését. Komplexebbé válnak, összetettebbé válnak, egy bonyolultabb rendszer lesz belőlük, mint ami a verseny előtt volt. A kutyán abszolút áll. Hát a pászti kutyára ez nem is kérdés. De mi arra gondolok, még a farkas a maga komplexitásában, hogy egy vadállatként kell megéljen, még rá is halt a pászti kutyának, de ez mondom, hogy csak az én hipotézisem, de így el tudom még ezt is képzelni, hogy egymással versengenek még a farkas és a kutya is, nem csak a különböző falkok kutyák, nem csak a különböző idézőjelben fajták, és nem csak a különböző törzsek, hogy kutyákat tenyésztenek. Tehát a verseny az minden szinten folyik. Minden szinten folyik a verseny, és az ember ki kell válaszol, hogy mire koncentrál, és abban a versenyben bele akar szállni, nem akar beleszállni, mert hogyha eldöntjük azt, hogy lemondunk a pásztorkutyára, hogy nem, akkor át lehet adni a stafétát, azt lehet mondani a másik négy vagy öt irányzatnak. De az egyértelműen, hogy is mondjam, egyértelműen a degenerációnak adjuk át abban az értelemben, hogy az mindig kevesebb, és hogyha úgy gondolom, hogy egy faj kevesebb lesz, mint addig, ami volt, én úgy gondolom, hogy degenerálódik. Lorenz idézi Goethét, a keltőleg azt mondta, hogy a fejlődés a részek differenciálódása és szubordinációja. És ezt nem tudom, mennyire gondoljuk meg, de én ebben a kutyás vitában szeretném ezt belevinni, hogyha tényleg az a fejlődés, amit Goethe mond, és amit Lorenz úgy gondolja, hogy ez tényleg így van, akkor az nem fejlődés, hogyha a differenciálódás helyén egyszerűsödést veszünk, elkorcsosulást veszünk, és akkor az egyszerű belemekből meg kivonjuk a szubordinációt. Mert mit jelent a szubordináció? Alárendelés. A pásztorkutyáknál az a csodálatos, hogyha elkezd ember kutatni, hogy ellentétes tulajdonságok kellenek, meg legyenek. Nem az van, hogy minél ilyenebb legyen, vagy minél olyanabb legyen, hanem két tulajdonságunk, sok tulajdonságpárt lehetne felsorolni, mert azt mondjuk, hogy mind a, nem is vagyok, a kettő között egy ilyen helyzetet kell megtalálni. És ez nagyon izgalmas a pásztorkutyákban, és ezért nehéz tenyészteni őket. Nem lehet azt mondani, hogy legyen minél, mit is mondjuk, milyen például, melyik a legformálisabb. Hogy mind a két dolog, még megyük például a táplálékhasznosítást, nagyon kevesen beszéltünk róla, de nagyon fontos. Ha azt veszük a kutyába, hogy a táplálék, illetve az evés, egyik, csak egyszer most az evés. Tehát a pásztorkutyánál már eleve az evés probléma. Tehát sok kutya azért kibukik a pásztorkutya funkcióból, nem tud helytállni, mert már a kaja az evésével problémában. Az egyik probléma az, ami a legegyszerűbb, hogy nagyon rosszul hasznosít. Tehát ő kap ugyanazt az adagot kapja, mint a többi pásztorkutya, ő csontsovány tőle, a többiek meg elég jó kondícióban. Nyilván egy versenyhelyzetben ez, hogy a csontsovány mindig hátrány lesz, mert lehet, hogy amíg nincs semmi, addig még csontsovány is tudja húzni, de ha jön egy időszak, amikor nincs kaja se, és a többiek is csontsoványra fogynak, akkor neki már nincs honnan tartalékú fogynia. Nem veszi valahol, hogy ha megsebesül, ha beteg lesz, vagy egy sovány helyzetből indul, eleve egy letégült állapotból indul, lehet, hogyha jó kondícióban lett volna, át tudtam volna vinni ezt a betegséget, de mivel hátrányból indulott, elbukik. Tehát már maga a táplálékhasznosítás is már egy eleme a versenynek, de az is például, és a kettősségre akarok rátérni, hogyha egy kutya nagyon falán, ugyanúgy nem jó pásztorkutyának, mint hogyha nem eszik rendesen. Tehát ez nagyon érdekes, tehát hogyha egy kutyának ennük adunk, és akkor megy egy kutya, és akkor egy kicsit nyom belőle, és odébb áll, még ha jó is a hasznosítás, úgyis sovány lesz, mert nem nagyon eszik. Az a kutya, amelyik viszont nagyon falán, az meg megint csak nem jó, mert az a kutya, hogy nagyon falán, állandóan azt leszi, hogy az esztenánál maradni, vagy egy kicsi valami kaját kisungyorogni, tehát a falán kutya az nem fog jól őrizni, nem fogja elhagyni azt a helyet, ahol enni kapott, azért, hogy kijön a gyárnak a másik végén, vagy ott üljön egész éjszaka, hogy őrizze a jókat. Tehát a falán kutya nem lehet úgy mobilizálni. A falán kutya mindig a gyomrára gondol, biztos vannak ilyen tapasztalatok, hogy olyan falán kutya mindig, ha kezdünk enni, ül oda, minden megtesz az ételét, csányék pont ilyeneket keresnek, ami nagyon falán kutyákat, mert nagyon könnyű őket motiválni, de a pásztorkutyánál ez nem jó. Tehát a pásztorkutyának egy ilyen egyensúlyi helyzetbe kell lennie, ne legyen falán, ne akarja minden áron enni, ne kezdjen el azért vadászni, hogy még egyen, mert azt mondja, ha úgy van itt egy egész kiásom, akkor még tudok enni. Ez is kell, ez az elemény, de itt is egyensúlyba kell lennie. Tehát mondom, nagyon bonyolult, de azt akarom, hogy csak hogy a lényeget megértsék, hogy az a fontos, hogy amikor van alkalma rá, hogy egyen, akkor egyen jóét vágyjon, de amikor ő evett, onnantól kezdve ne lesse az, hogy honnan lehetne még enni, még valami kicsi kaját összeszedni. És ez nem könnyű egy kutyán elérni, hogy ez az egyensúlyi helyzet beáll. Mert sokkal könnyű arra tenyészteni, hogy
olyan kutyákat tenyészt, hogy minél jobban legyen, sokkal kell olyan, hogy ne nagyon legyen, ez is lehet, erre is lehet tenyészteni, ne legyen nagy étvágy a kutya. De nekünk olyan kell, hogy pont egy egyensúlyi helyzetben van a kettő között. És ezt a bátorságtól kezdve a koraérésen át, a szögeléseken át, mindenre lehet ezt kimutatni, hogy nem jó az, hogyha az egyik véglet, az se a másik véglet, az kell, hogy beáll egyensúlyra. De ehhez tudni kell azt, hogy mi az egyik véglet, mi a másik, tudni kell, mi a hibája, mi hol bukik ki a pászak, hogy az egyiknél, hol bukik ki a másiknál, és fölismerni azt, hogy ez az egyensúly állapotban, ahol tud működni. Ezt nagyon tudom, hogy nagyon nehéz így lekommunikálni, de, és nagyon nehéz főleg tetten érni, meg elsállítani, meg érezni. Tehát, hogy egy kutyát megítélsz, figyelgetsz, és akkor érezed, hogy hoppá, ebben most egyensúlyban van, ebben nincs egyensúlyban. És az a probléma, hogy ez megint egy csomó tulajdonság. Tehát minden tulajdonságban külön kell érezzem, hogy egyensúlyban van, egyensúlyban van, egyensúlyban van, és utána még kellene egy globális elképzelésem a kutyáról, hogy önmagában esetleg komoly hibákkal együtt, a kutya mégis nagyon értékes. Vagy nincsenek különleges hibái, de annyira nem értékes, annyira nem fontos tagja a falkának. Tehát az értékelés nagyon fontos a pásztorkutyáknál, és ez a legnagyobb problémánk az értékelés. Mondok egy gyors példát, 20 évesen olvastam, én olvasom a szociológiai művet, és akkor ott elmondtak egy ilyen nagyon egyszerű kísérletet, hogy egyetemi, humán egyetemi hallgatónak letettek egy szöveget, annak, hogy tudták volna ki a szerző. És ott volt minden egész gagyirodalom, lektűr, gics, és egészen magas színvonalú irodalom. És megtöbbentő volt, hogy a diákok, akik amúgy humán egyetemre jártak, ha nem tudták, hogy ki írta a szöveget, nem tudták meghatározni a szöveg értékét. Tehát nem tudták azt mondani, hogy ez egy magas színvonalú, magas irodalmi értékű szöveg, vagy ez csak egy lektűr, vagy csak ponyva, vagy csak valami. Tehát egyszerűen az értékérzet egy nagyon-nagyon problematikus dolog. Az emberek irtóznak is tőle, hogy ez az ember beszéljen, hogy ezt boncolgassa, de minden a pásztorkutya megítélésénél nagyon masszívan bejön, és ezért is nagyon kényes kérdés, mert mindig értékelni kell. Állandóan értékelsz, ránézsz egy valamra, folyamatosan értékelsz. Megszületnek, nőnek, négy hónaposak, mindig értékelsz. Tehát aki ezzel foglalkozik, szinte ilyen foglalkozási ártalommal válik nála, hogy állandóan értékel, összehasonlítja a kutyákat, ez ebben jó, az abban jó, de mégis összességében az a jó, és így szóval a farkában is ez történik, ez az állandó értékelés. De ezt el kell sajátítani egyrészt, másrészt meg kellene az alaptudás, hogy ezt tudja, hogy mi alapján értékelsz. De legtöbben se a tudás nincs meg, se az értékelésnek ez a kényszere. Nagyon írtóznak az emberek az értékelésük. Ha azt mondom, hogy ez sokkal jobb, mint az, nem, mert annak is az is jó, annak is megvan a funkciója, mindenkinek van feladata. Nincs sem mondja elég durván azt, hogy a mai keresztény demokratikus kurzus mindenkinek végtelen értéket tulajdonít. És ezt visszavezetjük a kutyára, minden kutyától úgy érzük, hogy ez jó, hát most napon nem olyan, hogy nem úgy áll a farka, hogy nem nyert a kiáltás, de azért ő egy jó kutya. A pásztorkutya tenyésztésben az a brutális, hogy az ember rájön arra, hogy ez egy ideológia csak, ez nem működik. Igenis vannak nagyon jó sikerült, nagyon komoly kutyák, és vannak kevésbé sikerült kutyák. És a nagyon jó sikerült kutyáknak is vannak hibái, és van mellett egy másik nagyon jó sikerült kutyának, megint vannak hibái, de azoknak más hibái vannak, és a kettőt összerakom, és akkor vagy három, négy, és akkor lesz egy jó fal. De még mindig az van, nem azt jelenti azt, hogy minden kutya jó kutya. És ezt nem tudom, hogy lehetne ezt egy széleskörű vitába bevezetni, de nagyon fontos lenne, hogy az értékelést megcsináljuk. Az értékelés meg az akár, hogy megcsináljuk, van egy történelmi elképzelésünk a pásztorkutyáról, hogy mi volt a funkciója, mi volt az igaz élete, mi volt az igazi gazdagsága, tehát tudjuk, hogy mi volt, és tudjuk azt, hogy mi. És a következőképpen akkor már el tudjuk nagyjából képzelni, mit is kéne csináljuk, ha ezt meg akarjuk őrizni. De ha ezt mind nem beszéljük végig, nem vitatjuk végig, akkor nem tudunk vitába szállni, mert mindenki akkor elintézi ezt azzal, hogy ízlésről nem lehet beszélgetni. Hogy neked ez fekszik, hogy a kiáltási kutya legyen, nekem az fekszik, hogy őrkutya legyen, nekem az, hogy viador kutya legyen, és akkor ezzel nincs, hogy beszélgessünk. De ez kiáltálás a vitából. Végig kell vinni a vitát, hogy miért kell neked az. Miért jó az, hogyha a kutyát riadó kutya, miért jó a kutyát ilyen típusú, ilyen módon ő kutya. Mert kiderül az, hogy igazából egyik sem funkcionális. Egyik sem tud funkcionálni. A modern társadalomban igazából mindegyik rosszul funkcionál, de az emberek azt hiszik, hogy ez törvényszerűen kell rosszul funkcionálni. Tehát törvényszerű az, hogy a kaukázusi megtámadja a gazdát, ilyenek a kutya, de nekem lehet úgy jó ő kutyám otthon a házamban, hogy nem támad meg semmi, a gyerekeket sem támadja meg, de ha valaki meg azt megtámad.
Az nem kell őrkutyával hamisítsam, csak kell tudnom, hogy milyen jó pásztakutya, mert a pásztakutyának tökéletesen megfelel. Ha én azt akarom, hogy nekem legyen egy szép kutyám, akkor a szépség dolgát újra kell tárgyalni. Tehát azt, amit ma a standard megad, az önmagában nagyon sok hibát tartalmaz, egyrészt, másrészt olyan követelményeket támaszt, amelyek búzsba kötik a kutyákat. Egy szín megkötés, egy szőr típusnak a megkötése, vagy horribile dictu, egy farok tűzésnek a meghatározása, annélkül, és hadd adjak most egy anatómia példát a standardeknek a rosszaságáról, hogy ott, ahol azt látják, hogy a faroknak bármilyen vonatkozását, a fartól elkülönítve tárgyalják, azt egy kontárt csinál. Ha ezt egy standard régóasnak is, az nincs benne, nincs együtt tárgyal, hogy ez hogy függ a far alakulástól, a faroknak a tűzéssel formálja hasonló dolgok, azt egy kontárt nem lehet a két dolgot, és ez csak egy dolog, nem lehet elválasztani, a kettő szorosan összefügg. A farok, azoknak a csigolyáknak a keresztcsont össze, nem akarok ebben most benne, hogy hol csontosodtak össze, hol, hanem a lényeg az, hogy egy folytatása valaminek, és szerves folytatása valaminek, és az a valami nagyon fontos. A far, nagyon kell annak szerenek, hogy nem is külön, említik külön a fart, például a far hosszat, vagy a medence mélységet, ilyenek, hogy szó sincs. Ami viszont nagyon fontos, például a medence mélységű, ha talán nem szélesség, a medencének a mélységű, a talának a utalást, nagyon szélesen mennem, hogyha felhívják a figyelmet, mert nem találtam például. Viszont brutálisan fontos. Ez csak egy példa. Tehát, mit te azt jelenti, hogy ezeket a standardeket mind újra kell tárgyalni. Mert a standardekben olyan elemek vannak, amik félreviszik, már eleve önmagukba a kutyát félreviszik, és ha meggátolják azt, hogy komoly munkát végezzük. Tehát, ami szerint dolgozunk, azt már, azt a mérő lécet, újra kell csináljuk, mert nem jó. Én meg vagyok győződve, és ha levegyünk részletekbe, ki tudom fejteni, hogy ezek a standardek nem jók, és ezek már önmagukban is szinte garantálják, hogy az egész félrefusson. Képzeljük el, 10.000 évig volt standardjuk a pásztorkutyáknak. Volt leírt szabályzat, vagy valami, amit a pásztorok nézegettek, és akkor a P1-esre hiányzik, akkor nagyból nézzük meg a P1-esét, kinézni a P1-es most, és ha kimegyünk el, de kinézi meg a P1-esét a fogának. Senki a kutyának, senki. Tehát egy csomó olyanban, hogy mondjam, ezt gyorsan meg tudnánk kell belemenni. Tehát amikor valaki szakbarbár lesz, amikor valaki a kiállítási tenyésztő lesz, egy csomó olyan is, mivel elkezd foglalkozni az ő kicsi szubkultúrája ezen a nagy szubkultúrán belül, amely a laikus nem érdekli. És ezzel megint csak öngond tudnak, mert mindig a laikus tartja el a fajtákat. Nem azok a tenyésztők, akik ott masszívan tenyészgetnek és mindezt a tudjájukat és pénzüket beleölik, ők nem tudnának legkevesebb fönntartani a kerületet, ha nem adnának el kutyát. Azért tudják, mert el tudnak adni, de kinek adnak el? Nem saját ugyanolyan profi tenyésztőknek adnak.